Dr. Ács Imre emlékére avatták fel ezt a táblát Kisdéren, halálának első évfordulóján. A település első polgármestere ugyanis 2021-ben elkapta a koronavírust, a fertőzés pedig végül legyőzte szervezetét. A leleplezésen a rokonok mellett a közeli Diós Viszló polgármestere is részt vett. Keserűné Nagy Margit úgy fogalmazott, a szorgalom, a kitartás és a hazaszeretet jellemezte legjobban Ács Imrét. Mindig nagyon sokat tanultunk tőle, én 96 óta vagyok polgármester, akkor ismertem meg. Több társulásban dolgoztunk együtt, és 2013-tól pedig közös hivatalba tevékenykedtünk. Mindig megfogadtuk a tanácsát, mindig higgadt, nyugodt volt, minden tettében megfontolt mindent, és nagyon lehetett rá számítani, mint munkatársa, kollégára. Cserdiné Szolga Emma, a közös önkormányzati hivatal jegyzője is lerótta tiszteletét az eseményen. Mint mondja, bár kevés ideig ismerte az egykori polgármestert, sok jó emléket őriz róla. Nem gondoltam volna, hogy ilyen keveset fogunk együtt dolgozni. A rövid idő alatt is sokat tanultam tőle, és éppen azért, mert ő ügyvéd volt, azért nagyon nagy szükségem lett volna még rá, hogy tanulhassak tőle, de az a rengeteg mese, anekdóta, amit én kaptam ez a rövid idő alatt, az éppen elég ahhoz, hogy nagyon sok emlékem maradjon, megmaradt róla. Ács Imre a közéletben is aktív volt, a rendszerváltás hajnala óta több mint 8 cikluson át vezethette Kisdért, de több mint egy évtizedig képviselőként is dolgozott a megyei önkormányzaton, idézte fel Őri László. Ács Imrét olyan embernek ismertem meg, aki a magyar vidék megerősítésében, a magyar vidék megújulásában látta a jövőjét. Számára az Isten, haza, család hármasa az egy reményforrás volt, és én azt gondolom, ez az üzenet, ez mindannyiunk számára 2022-ben is példamutató. A megyei elnök hozzátette, Ács Imre egész életében a közösséget, a társadalmat szolgálta. Az emlékező beszédek után Barics Gábriel, görcsöni plébános megáldotta a jelenlévőket és az emléktáblát.